Indító, kezdjük műsorunkat. Két fes fiatalember már hozzám is csatlakozott itt a stúdióban. Sok szeretettel köszöntjük itt Sonkuti Bernit biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok, és Árendás Péter külpolitikai szerkesztő. Jó reggelt kívánok, te is pazarul nézel ki. Köszönöm szépen a bókot. Tovább nőtt a Donyecki területen található Mirnogárd elleni július 14-i orosz támadás halálos áldozatainak száma, és ahogy már tegnap is említettem, a toborzó irodánk és a hatköteles férfiak között egyre több és egyre nagyobb a feszültség. Erről egyébként majd Dunda Györgyöt fogjuk Kárpátaljáról kérdezni. Sonkuti Bálinttal olyan kérdéseket feszegetünk, miszerint Ukrajna továbbra is azt reméli, hogy orosz területeken felhasznált amerikai típusú és gyártmányú fegyvereket. Hogy mi lesz a jövőben, ez egy nagy kérdés. Következzen most háborús összeállításunk. Több front szakaszon is előre nyomult az orosz hadsereg, közölte az orosz védelmi minisztérium, mindeközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egymásnak igencsak ellentmondó kijelentéseket tett. Amellett, hogy a nyugati országoktól újabb fegyverszállítmányokat kért, kijelentette, novemberre újabb békecsúcsot szervezne. Ilyen légelhárító ütegekkel hatástalanított az orosz hadsereg 36 ukrán drónt hétfőn. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz csapatok több frontvonalon megsemmisítették az ukrán hadsereg felszereléseit és létesítményeit, köztük harckocsikat és más páncélozott járműveket is. Ugyanezen a napon az orosz erők több front szakaszon is előre nyomultak, valamint több rohamot és ellenrohamot vertek vissza Ukrajnában. Az orosz-ukrán háború kezdete óta Ukrajna legalább 4 Patriot rendszert kapott a nyugati országoktól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna teljes körű védelmének biztosítása érdekében további legkevesebb 25 Patriot rendszerre, és az ígérteken felül még több F-16-os harci repülőgépre van szükségük. Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója ezzel kapcsolatban elmondta, már az ígért F-16-os harci gépek tárolása sem egyszerű feladat az ukrán hadsereg számára. Úgy tudjuk, hogy ugye nyáron 6 év végéig esetleg további 20 gép érkezik, ezeknek a tárolása is komoly gondot, kihívást jelent majd Ukrajnának, az is, hogy honnan és hogyan tudnak felszállni. Mindeközben Volodymyr Zelenszkij kijelentette, újabb békecsúcs összehívását szervezi. Készen állunk arra, hogy inkább előbb, mint utóbb megrendezzük a második ukrajnai békecsúcsot. Úgy gondolom, hogy Oroszország képviselőinek jelen kell lenniük a második csúcs találkozón, mondta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, a cél az, hogy novemberre késztervet dolgozzanak ki a második békecsúcs megrendezésére. Oroszország egyelőre nem erősítette meg, de nem is zárta ki, hogy részt vesz-e Ukrajna tervezett második békecsúcsán. És ma reggel is Árendás Péter külpolitikai szerkesztőm hozza a legfontosabb háborús híreket az elmúlt 24 órából. Köszöntöm még egyszer a kedves nézőket. Igen, néhány fontos dolgot szeretnék elmondani az elmúlt 24 órából, amelyek szerves részét képezik az orosz-ukrán konfliktusnak. Ismét újabb sikerekről számolt be az orosz védelmi minisztérium. Több front szakaszon is sikerült előre nyomulnia, és számos ukrán támadást visszavertek. A kedvezőbb állásokat foglaltak el többek között Harkov és Donyecz megyében az orosz hadjelentés szerint a csapatok, és 1200 ukrán katonára teszik azoknak a számát, akik életüket vesztették az elmúlt 24 órában, vagy súlyosan megsebesültek. Az orosz erők rakétákkal és drónokkal egyaránt támadták Ukrajna több pontját, köztük a fővárost és annak térségét is. A légvédelem, ez már Kijev információ, lelőtt egy drónt, annak roncsai ugyanakkor egy családi udvarra hullottak. Hála Istennek személyi sérülés nem történt, anyagi károkról számoltak be, illetve arról, hogy a számos rakétáját és drónját, amit Oroszország lőtt ki, azokat megsemmisítették az ukrán légvédelem. Ami még fontos, és a témához kapcsolódik, az állandó támogatás a nyugat részről, ami Ukrajnát illeti. Az Egyesült Államok és Kanada most azt jelentette be, a két kormány együttesen, hogy finanszírozza a Tetra Tech amerikai cég aknamentesítő gépeket és egyéb berendezéseket, amelyeket át is adnak rövid időn belül Kijevnek. Ezzel az aknamentesítés mellett akna telepítésre is alkalmas lesz majd az ukrán haderő. Oroszország készen közben az érdekek egyensúlyára törekedni az ukrajnai konfliktus rendezésében. Ezt már Szergej Lavrov mondta, az orosz külügyminiszter, az ENSZ biztonsági tanácsának soros elnökségét ellátó föderációnak a tárca vezetője New Yorkban, aki egyébként Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszterrel is tárgyalt erről picivel majd később. Kölcsönös garanciák és megállapodások kötésénél figyelembe kell venni Szergej Lavrov szerint azt, hogy a kialakult új geostratégiai helyzet és tények az eurázsiai térségben, azok mit is jelentenek pontosan, ugyanis kezd kialakulni szavai szerint egy egyenlő és oszthatatlan biztonság közös kontinentális dolognak az architektúrája, így fogalmazott, és félő szerint, hogy Európa erről lemarad, erről a tényszerű folyamatról, ami történelmi jelentőségű.
Hozzátette azt is egyébként, hogy arra kell figyelni mindenképpen a föderációnak, hogy a nyugatfajta hegemónia, amit képvisel, azt valamilyen úton módon letörje, és egy több pólusú világba rendezkedjenek be valamennyi nagy hatalom és a velük hozzá csatlakozó országok együttese. Egy nemzetközi csoport készített elő a Krasznogorszki Krókusz City Hall elleni kulturális központ elleni terrortámadást még márciusban. A szervezők között orosz állampolgárok is voltak, ezt alapította meg egy friss nyomozás, amelyet az orosz pénzügyi felügyelet vezetője mondott az orosz parlament felsőházi ülésén. Az incidensben, amit mondtam már márciusban volt, 145 ember vesztette életét, és 550-en sebesültek meg. Eredetileg az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára, de Moszkva kezdetek óta gyanakodott, hogy ez nem az ISIS-nak a terrorcselekménye volt. Ekközben egy másik hír, Ukrajnából rekordmennyiségű gáz termelt ki az ukrán állami vállalat. Az elmúlt fél évben a cég 8,8%-kal termelt ki több nyersanyagot, mint az előző év azonos időszakában. Ez új rekordnak számít. Elemzők egyértelműen rámutattak ennek elsődleges oka az, hogy olyan szankciókat léptettek életbe Oroszországgal szemben, ami az energiahordozókra, köztük a kőolajra és a földgázra is vonatkozik. Ezt nem tudják behozni, ezt nem tudják eladni az eddigi piacokon, az oroszok, hanem más piacokon. Ennek tudható ez be. Csehország részéről is érkezett hír, illetve Csehországból továbbra is megad minden támogatást Ukrajnának Prága, emellett pedig hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez. Ez Petr Fiala cseh miniszterelnök jelentette ki, és akkor beszéltem már Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről, aki találkozott Szijjártó Péterrel. Az ukrajnai háborúról egyeztettek, a két oldal együttműködés kérdéséről Moszkva és Budapest között, köztük a paksi bővítésről és a világrend új felosztásáról. A nyugat stratégiája láthatólag kudarcot vallott, ezt mondta Szijjártó Péter, a és a szankciók ellenére nem úgy alakult semmi, ahogyan az európaiak és az amerikaiak azt elvileg remélték, majd hozzátette a tárcavezető azt is, hogy új stratégiára van szükség, és kizárólag a tárgyalóasztalnál lehet megoldása ennek a mostani háborúnak. Hozzátette azt is egyébként a magyar külgazdasági és külügyminiszter, hogy elfogadhatatlan, hogyha egy országot azért bélyegeznek meg, mert a béke érdekében tesz törekvéseket, és annak érdekében próbál tárgyalni. Ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy békemisszió keretében számos nagyhatalom vezetőjével tárgyalt, és a mielőbbi tűzszünetet, a fegyvernyugvás helyezte központi helyre a béke érdekében. És akkor én fordulok most Somkuti Bálinthoz, első körben arra kérném, beszélünk majd Trump elnök jelöltségéről is, illetve a verényletről, de először azt kéne, hogy átvegyük, hogy pontosan mi történt a fronton, a frontvonalakon az elmúlt 24-48 órában, hogy állnak a hadi események. Tudjuk a kijevi információkat, az orosz információkat, valahol a kettő között van a valóság. Mi most a helyzet az oroszok szempontjából és az ukrán szempontjából? Némi túlzásra azt lehetne mondani, hogy keleten a helyzet változatlan is. Gyakorlatilag ugyanazok az események ismétlődnek meg kisebb-nagyobb variációkkal lényegében már hónapok, sőt évek óta. Tehát látszik egy nagyon lassú, fokozatos orosz előrenyomulás, amely most a Donbass legtávolabbi pontjában egy kisebb lendületet vett egyébként, de arról beszéltünk korábban is, meg múlt héten is, hogy a heti egy-két településből most ilyen egy-két naponta egy település lett, tehát hogy nem nevezhető nagy gyorsulásnak ez a folyamat, amelyben az orosz szándék szerint fokozatosan őrlik föl az ukrán hadseregnek a hadianyag készletét, az élő erejét, és ezzel együtt a morálját is egyébként. Ugye ez a folyamat hol tart, azt lehetetlen megmondani. Szerintem nem csak, hogy kívülről lehetetlen megmondani, hanem belülről sem tudják a felek. Az látszik, hogy ez a folyamat ez folytatódik tovább, halad előre, és előbb vagy utóbb meghozza az eredményét. Tehát azokra az eseményekre, hogy most milyen településen, hány támadás, ellentámadás, ez nyilván kell egy ilyen foglalkozási ártalom, sajnos egy ilyen háborúba, egy ilyen jelentés kötelezettség, hogy el kell mondani, hogy mi történt, de ez igazából jelentős mértékben nem befolyásolja a háború menetét, ami az elmúlt napokban történt. Spanyolország újabb katonai segélyt küldött Ukrajnának, amely többek között 10 darab felújított Leopard 2 A4-es harckocsit tartalmaz. Légvédelmi, ezekről a bizonyos Patriot rendszerekről már beszéltünk, Ukrajna 25 ilyen légvédelmi rendszert szeretne, hivatalosan 4-et már megkapott. Beszéljünk erről a 4 darab felújított Leopard 2 A4-es harckocsit, bocsánat, 10 darabról. Mennyiben segítheti az Ukrajnát a háborúban? Ez pont ugyanaz a homeopátiás mennyiség, mint amiről beszéltünk, hogy előnyomulás szinten mennyire jelentős egy-egy falu elfoglalása. Egy harckocsi század általában 14 harckocsiból áll, ez nem is egy harckocsi század. Körülbelül 800-900 ukrán harckocsi van jelenleg a fronton, ehhez képest ez a 10 darab, ez
Ha naponta érkeznek ilyen felajánlások, akkor lehetne arról beszélni, hogy ennek van valami jelentősége. Ez így egy 2-3 napos harc pótlására elegendő, ráadásul ne felejtsük el, hogy a Leopard 2A4 az a 80-as éveknek a technikáját képviseli. Ezek a járművek lekonzerválva álltak, mert a spanyol hadsereg sem használta őket. Évek óta lekonzerválva álltak, ezért fel kellett újítani ezeket az eszközöket. Róluk, nemrégiben néztem meg egy készülő könyv kapcsán, róluk másfél éve van szó. Tehát arról, hogy Spanyolország Leopard 2A4-es felújítandó harckocsikkal támogatja Ukrajnát, erről másfél éve folynak a hírek. Másfél éve, tehát 18 hónapja. Tehát az, hogy ezek a harckocsik elindultak, megérkeztek, vagy az utolsó döntés született meg, azt nem tudjuk, úgyhogy ennek a fényében ez a mennyiség, ez a folyamat, ez nem más, mint nevetséges. Csak egy közbeötetkét, és Peti, aztán természetesen átadom a szót. Tegnap beszélgettünk arról, és szerintem ez egy nagyon fontos és aktuális kérdés, hogy mi lesz azokkal az országokkal, akik egyébként olyan fegyvereket adnak át Ukrajnának, ami utána náluk hiányzik lesz. Honnan tudják pótolni, hogyan tudják pótolni, illetve milyen áron tudják ezeket a fegyvereket pótolni? Ez egy kitűnő kérdés. Erről nem szoktak beszélni. Ez egy nagyon kellemetlen kérdés, ezért nem szokták a fősodratú médiában vagy a globalista médiában föltenni, ugyanis a nyugati hadipari kapacitásokat a hidegháború után szinte teljesen leépítették. Az Európai Védelmi Alap az Európai Unióval együttműködésben készített egy olyan finanszírozási tervet, amelyben az Ukrajnának átadott fegyverek pótlását az Európai Unió fedezi, vagy finanszírozza egy feltétellel, ezeknek európai fegyvereknek kell lenniük, tehát nem lehetnek amerikai, izraeli vagy egyéb más fegyverek. Na most az európai hadipari kapacitások az körülbelül harckocsiból például ott tartanak, hogy a Rheinmetall képes havonta körülbelül 3-5 darab Leopard 2-est gyártani, legfeljebb. Ez éves szinten 60 darabot jelent, hogyha megerőltetik magukat, nyilván plusz munkatársakat vesznek föl, stb. Tehát nem azt jelenti, hogy nem akarják, hanem a fizikai korlátoknak a kiterjesztésével ez a szám fölmet közel a duplájára. De akkor még mindig 120 darab harckocsiról beszélünk évente, és Ukrajna önmagában több száz harckocsit kapott. Tehát gyakorlatilag most átadott fegyverek, ezek évek múlva kerülnek pótlásra. Az igazi kérdés, hogy van-e ennyi időnk. Tehát gyakorlatilag ebben a helyzetben ezek a fegyverek tartalékban voltak, nem voltak a hadseregnek az aktív állományában, vagy legalább nem aktív állományban vannak készült, mert Németország ez is megtette egyébként, hogy a szolgálatból vont ki Marder lövészpáncélosokat és adták Ukrajnának, de ezeknek az eszközöknek a pótlása hosszú éve fog telni, mert egész egyszerűen Európa, az európai vezetés még nem volt képes eldönteni, hogy újra akarja indítani az európai hadipart, vagy sem. Nagy szavakat láttunk, nagy számokat hallottunk, tetteket sokkal kevesebbet. Egy meghatározó grúz politikus nyilatkozott pont tegnap, aki azt mondta, hogy idén még vége lesz ennek a háborúnak, hogyha a novemberi elnökválasztás az Egyesült Államokban úgy alakul, akkor pedig januártól gyakorlatilag teljesen elhallgathatnak a fegyverek, így lesz-e vagy nem, ezt nem tudjuk, abban reménykedünk, hogy a vérontásnak mielőbb vége lesz. Csatlakozom Eszter kérdéséhez, mert hogy Klaus Johannis román államfő, Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök pont a napokban mondta azt, hogy igen, mi átadtuk azt, amire bennünket kértek, csak hogy ezeket mikor kapjuk meg, és megkaptam a választ, hogy ez még sok idő lesz. Ott tartunk, hogy hivatalosan ezzel a Patriot rendszerről, a rakéta elhárító rendszerről hivatalosan 4-et kaptak. Zelenszky elnök ugyanakkor azt mondta, hogy további 25-re minimum szükség van, tehát több tucatot szeretne még az eddigi 4-hez, amit több mint 2 év alatt kapott. Van arra esély, hogy megkapják még ezeket a technikákat a nyugati szövetségesektől, hogyha mások úgy gondolkodnak, hogy elnökválasztás, és ha úgy alakul, akkor vége lesz ennek a háborúnak? Hát Ukrajna 2050-ig biztos megkapja ezeket a fegyverrendszereket, a kérdés az, hogy mi történik 2050-ig. De ne legyek ennyire pessimista, legyek optimista, 2030. Tehát nevetséges. Tehát egy olyan szinten hihetetlen, egyrészt az ukrán igények is bizonyos szempontból túlzóak. Ukrajna teljes területének a lefedéséhez valóban szükség lenne 25 Patriot ütegre, de a Patriot az egy nagy hatótávolságú légvédelmi rendszer. Tehát vannak olyan rakétáim, még több száz kilométeres hatótávolsága, 250-en, jól emlékszem. Tehát ennyire nincs szükség, egy rétegzett légvédelmi rendszer lenne szükség, ez viszont a nyugaton nincs. Tehát nyugaton az a fajta rendszer, ami a szovjet egyébként és a korábbi ukránt is jellemezte, hogy vannak váróintható légvédelmi rakéták, amelyek a közelkörzeti légvédelmet látják el, vannak közepes hatótávolságú mobil eszközök, amelyek a csapat légvédelmet látják el, és vannak nagy hatótávolságú eszközök, amelyek a területvédelmet, a honi légvédelmet látják el, ez nyugaton nincs meg. A csapat légvédelmet nyugaton alapvetően általában a vadászgépek végzik, a légierő végzi, ami Ukrajnának nincs, és nem is nagyon lehet látni, hogy fogja tudni ezt biztosítani. Tehát innentől kezdve mindent
ezekre a rendkívül drága, rendkívül komplex Patriotokkal akarnak megoldani, amikből viszont ugyan lenne elég, csak a rakétát nem gyártanak hozzá eleget. És minden légvédelmi célra legalább 2 rakétát kell indítani, hogy az elfogás az garantált legyen. Innentől kezdve az a 6-700 darabos mennyiség, amit most már nagyjából tud az amerikai gyártó, ez Ukrajnának körülbelül egy fél éves felhasználása. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 2,5 évben előttek több évnyi rakétakészlet, a tartalékkészleteket szinte teljesen kimerítették, és onnantól kezdve már tényleg a vas tartalék van hátra, ami ténylegesen egy adott konfliktusban szükség lehet, hogy 2-3 hétig legyen mivel lőni. Tehát innentől kezdve lehet indítókat átadni, de rakétákat honnan fognak kapni? Ugye ezért van szó arról, hogy Dél-Korea vagy Japánnak, ahol gyártják ezeket az eszközöket, ők beszállna valamilyen szinten ebbe a konfliktusba, és Észak-Korea azért mozgolódik nyilván némi orosz ösztönzésre, hogy ezt a fajta kapcsolatot meggátolja. Az F-16-osok kérdése is továbbra is kérdés maradt, hogy hogyan és miként tudják ezt majd az ukránok bevetni. Közben a német kormány hétfőn újfent visszautasította az ellenzéki kereszténydemokrata unió elnökének azon követelését, hogy Berlin vadászrepülőgépeket adjon át Kijevnek. Nem egyértelmű, ugye a teljes mértékben a vadászrepülőgépeknek a véleménye az egész Európai Unió területén. Az F-16-osoknak a jelenlétéről tegnap is beszélgettünk már, de szerintem ez egy mindennapos téma. Mennyiben segítheti Ukrajnát? Már hogyha eljutnak odáig, hogy tényleg ezek a pilóták, az újonnan gyorsítottan kiképzett pilóták beülnek, felszállnak ezek a gépek, bár a repülőterek fogynak Ukrajnában, hiszen az oroszok előszeretettel célozzák ezeket a repülőtereket. Hogyan tudják ezeket alkalmazni éles helyzetben? És bocsánat, miért válaszol, be tudnak egyáltalán repülni mondjuk NATO tagállamokból ezek a F-16-osok az ukrán légtérbe úgy, hogy az oroszoknak ne legyen ez célpont? Nem. De tehát fizikailag képes berepülni, de onnantól kezdve nyilván célpontnak minősül. Picit bontsuk szét a kérdést. Tehát ugyanúgy, mint a leopárd, a spanyol leopárdok esetében, itt is az a kérdés, hogy mennyi van belőle. Tehát többször elmondtam ebben a műsorban is azt az idézetet, hogy amely szerint a hadak istene a nagyobb hadseregeket kedveli. Tehát egy ekkora frontszakaszon, 1000-1500 km hosszú frontszakaszon 10-12 darab repülőgépről beszélni, vagy 10-12 darab harckocsiról beszélni, ez teljesen értelmetlen. Tehát az egy hadműveletben is kevés, nemhogy egy hadseregnek, vagy egy ilyen típusú konfliktusba. Tehát, hogy beszélünk az F-16-osokról, akkor nekem mindig az első kérdésem, hogy mennyi. Az, hogy milyen típus, meg milyen kiképzett a pilóta, az egy teljesen másodlagos kérdés. Tehát, hogyha van mondjuk Ukrajna, és a hírek szerint körülbelül 200-nyi 24-25 darab repülőgépet fog kapni, vagy tud majd üzemeltetni, ezeknek egy részét ugye a karban kell tartani, tehát egyszerre levegőben 10-12 gépnél több nem lehet. Ez nem egy nagy mennyiség. Tételezzük föl, hogy megfelelő fölkészítést kapott a legénység, tételezzük föl, hogy ellátták őket a legmodernebb fegyverekkel. Ez azt jelenti, hogyha van a szárazföldön, a csatamező környékén egy úgynevezett célmegjelölő csoport, aki mondjuk lézerrel vagy valami mással megjelöli a célpontot, akkor egy ilyen F-16-os ideális esetben 4 darab irányított bombát tud elvinni, az 4 célpont. Na most mondjuk van belőle 4 alkalmatlan egy terület fölött, az 16 célpontot jelent. Tehát ezek nem nagy számok. Tehát nyilván egy páncélos oszlopot szét lehet lőni 16 darab irányított bombával, de az egy támadás egy nap. Tehát, hogy itt ezeket a számokat érdemes nézni, és azokat az arányokat érdemes figyelembe venni, és akkor tegyük hozzá, hogy ez azt feltételezi, hogy az ukrán pilóták szárazföldi harc támogató, close air support, tehát légitámogató kiképzést kaptak, és nem légvédelmi kiképzést kaptak. Mert ugye a kettő nem kompatibilis egymással. Tehát annyi kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy aki ezeknek az információknak nincs a birtokában, és én nem vagyok, azt nem tud erre egyértelmű választ adni, és megmerem kockáztatni, ennek az információnak senki nincs a birtokában. Mert az, hogy hány ukrán pilóta van, és milyen kiképzést kapott, az a legszigorúbban titkos információ. Aki meg azt mondja, hogy megvan neki, akkor megkérdezem, milyen háttere van. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, valamit fog segíteni nyilvánvalóan, és 16 biztosan megsem tehát célpont, az 16-tal több, mint amit korábban sikerült megsemmisíteni, de egy olyan területen, ahol több száz vagy több ezer célpont van, ezeknek a hatása nem túl jelentős. Dánia, Norvégia, illetve Hollandia volt az a kezdeményezés az éljárátának az F-16-os koalíciónak, amelyből elvileg néhány gépet még idén nyáron, évvégével bezárólag teljesen talán egy tucatot fognak tudni jó esetben leszállítani. Mi az, amit ezzel szembe ki tud állítani mondjuk Oroszország, F-16-os kontra milyen vadászgépek, és technikában jobb-e, elmarad az F-16-tól, és mennyiségben mennyi van az oroszoknak? Oroszországon 1200 körüli 4. generációs vadászgépen rendelkezik, az F-16-osnak a kategóriája. Van egy minimális mennyiségű MiG-29-es, ami a magyar légierőben is volt. A többi az a Su-27-es és különböző változat, ez egy sokkal nagyobb repülőgép egyébként, az F-15-ösnek, a F-16-os nagyobb társának a társa gyakorlatilag. Ebből van vadászbombázó változat, van légifölényi vadász változat, most a Su-30, 35, 34, tehát nagyon sok változata van ennek a típusnak, a géptörzs meg a hajtómeg szinte ugyanazok minden.
mindenhol, és akkor ezeknek vannak különböző változatai, ebből 6-700 darab van az ukrán fronton. Tehát nem 30-40, hanem 6-700 darab. Tehát a teljes orosz légierő állománynak közel a fele. Na most ez egy olyan szám, amivel szemben, és a Zelenszky elnök is beszélt, hogy 200 darab F-16-osnak lenne esélye. Nem mondanám, hogy nyerne, de lenne esélye. Tehát innentől kezdve láthatók azok az óriási aranytalanságok, hogyha esetleg légiharcra kerül sor, ott a létszámfölény mindent visz. Tehát, hogy, és megint az a kérdés, hogy milyen típusú felkészítést kaptak a pilóták, mert a légifölény kiképzést kaptak, amiben például a cirkáló rakétákat el tudják fogni, vagy az a támadó orosz repülőgépeket tudják támadni, az egy másik kérdés. Ettől a szárazföldi harc nem fog megváltozni. Ha szárazföldi támogató, légitámogató felkészítést kaptak, akkor meg végtelnek szinte egy légitámadás esetén, tehát egy levegőből érkező támadás esetén. Nyilván nem teljesen, de azért nem ugyanaz a kategória, amikor egy mondjuk egy vadászbombázó pilótát támadnak meg. Tehát itt egy óriási halom kérdés van, a mennyiség ebben a kategóriában még mindig uralkodik a minőség felett. Nyilván egy ötödik generációs lopakodó vadászgépnél más az esély, más a helyzet. De ezek az F-16-osok elég régi gépek egyébként, lehet őket felújítani és magas szintre hozni, de akkor a pilótát is tovább kell képezni, mert sokkal több mindent kell megtanulnia. Tehát egy olyan összetett körről és ciklusról beszélünk, aminek szinte semmilyen elemét nem ismerjük. És hogy amerikai típusú vadászgépeket használhatnak-e orosz területen az ukránok, ez is egy kérdés, de innen folytatjuk a szünet után. Sonkóti Bálinttal tartsanak velünk. Az amerikai gyártmányú típusú fegyvereknél és akár az F-16-osoknál is itt hagytuk abba, és innen folytatjuk a beszélgetést, ugyanis Ukrajna nem adja fel még mindig az amerikaiak fegyverekkel sújtana le Oroszország teljes területére. Maradjunk az F-16-osok kérdésénél. Szóval játszunk el a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha egy frissen kinevezett, vagy kiképzett ukrán pilóta egy amerikai típusú F-16-os géppel berepül Oroszország területére, és ott ledob egy bombát, egy teljesen mezei bombát, szóval nem, nyilván nem nukleáris töltetre gondolok. Igen, hát önmagában ez egy háborús, egy háborúban egy esemény. Tehát ez nem egy háborús indok, ez nem egy kázus belli, ez nem egy hadüzenet, nem semmi más. A két ország háborúban áll egymással, bár jogilag nem állnak háborúban, de gyakorlatilag háborúban állnak, és ebben a környezetben, ebben a helyzetben az egyik fél minden rendelkezésére álló eszköz felhasznál. Attól függetlenül, hogy a másik fél mit reagál, attól függően, hogy a másik fél mit reagál, ennek van vagy nincs következménye. Ugye lássuk be, hogy azért eddig volt egyfajta olyan törekvés, hogy ne amerikai vagy nyugati gyártmányú fegyverekkel támadjanak orosz területeket, hanem saját gyártmányú vagy korábbi szovjet gyártmányú eszközöket használtak, de igazából nem osz, nem szoroz. Egy ilyen konfliktus esetén az az igazi mérföldkő, és az lenne egy választóvonal, hogyha ebben az amerikai gyártmányú gépben nem ukrán pilóta ülne, hanem alkalmatlan amerikai, vagy éppen tudom, holland, vagy éppen valamilyen zsoldos Dél-Amerikából, és ezt ő követné ezt a támadást. Ennek azért lenne már hatása, és különösen akkor, hogyha ezek a gépek nem ukrán területen szállnának le utána. Tehát ugye ennek vannak ennek a műveletnek, ennek a támadásnak olyan elemei, lépcsőfokai, amik hozhatnak változást, de az orosz szóvirágok ellenére ebben nem láthatnak olyan eszkalációt, amely jelentős mértékű választ igényelne. Egy háborúban ezek a dolgok benne vannak, az, hogy ez eddig nem történt meg, az inkább a nyugati világnak az önmérsékletét mutatja, hogy nem akarták hergelni az oroszokat, de ahogy romlik az ukrán helyzet, ezekre a lépésekre sor fog kerülni. Azt tudjuk, mert oroszok sokszor volt már szó, és szó esett többször, hogy az amerikai gyártmányú F-16-osok esetében, amelyek majd érkeznek Ukrajnába, azokat a reptereket, ahol felszálltak, igyekeznek az oroszok lőni, sőt a háború kezdete óta ezeket szétlőtték. Itt bejön az a kérdés, az úgynevezett NATO 5-ös cikke, hogyha egyik tagállamát megtámadja egy ország, akkor a többi a segítségére siet. Hogyha más tagországból, NATO tagországból emelkednek föl ezek az amerikai gépek, vagy NATO tagországok gépei, berepülnek az ukrán légtérben, esetleg tovább mennek, és mondjuk orosz célpontokat bombáznak a föderáció fölött, akkor, ha azokat az orosz légvédelem lelövi, akkor ugye ez már többször III. Világháború, vagy pedig nem, mert kicsit jogi jellegű a kérdés, mert nem Ukrajna területén száll föl, hanem mondjuk Lengyelországból, a Baltikumból, vagy Romániából. Hát a lelövi harccselekmény közben arra nem reagálhat kvázi senki semmit, mert nagyjából tudta, hogy mit vállal. Az igazi kérdés az, hogy az orosz reakció elérje
és el akarja elérni azokat a repülőtereket, ahonnan ezek a gépek felszálltak. Ugye minden repülőgép a legsebezhetőbb a Földön. Tehát abban a pillanatban, hogyha egy állam aktív résztvevőjévé válik egy harmadik ország területén zajló konfliktusnak, ezzel gyakorlatilag a saját területét saját területét is kiteszi annak, hogy támadást fogja érni. Ugye ennek az ön által fölvázolt verziónak az egyik lájtosabb vagy könnyebb verziója az, amit Lengyelország pedzeget már egy ideje, hogy ők lengyel területről lőnék le az Ukrajnában ukrán célpontok felé tartó orosz rakétákat. Ebben az esetben is a rakéta indító maga is már célponttá válhat, hogy nem véletlen, hogy Jens Stoltenberg azonnal látott a lengyeleket. Tehát mondta, hogy erről szó sem lehet, legalábbis nem amerikai fegyverekkel. Ha van másik fajta fegyverek, akkor próbálkozhatnak, de amerikai fegyverrel nem tehetik ezt meg. Tehát itt azért van egy nagyon éles vonal egyébként, amiről nem nagyon szoktak beszélni, hogy mitől számít valaki hadviselőfélnek és mitől nem. És ezt a vonalat a nyugati vezetés, elsőbb az amerikai vezetés nagyon bölcsen és nagyon óvatosan igyekszik elkerülni. De nyilván egy ilyen konfliktus az egy nagyon véres és nagyon kegyetlen dolog, de azért a maga belső logikai szabályai megvannak, és ezt azért eddig mind a két fél tiszteletbe tartotta. Most az amerikaiak és az oroszokra gondolok, az ukránok egy hazáját védő, egyre elkeseredettebb állapotban, egyre elkeseredettebb helyzetben lévő ország esetében ez nyilván teljesen másképp néz ki. Még egy kérdés, bocsánat, hogy áll az orosz légvédelem, hogyha, ahogy Eszter mondta, eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk NATO tagországokból köztük Egyesült Államokból származó gépekkel repülnek be az orosz légtérbe, és ott próbálnak mondjuk bombát ledobni, vagy célzott csapást mérni? Ennek relatív kicsi az esélye, ugyanis egy ilyen repülőgép, ha csak nem repül közvetlen föld közelbe, akkor a több tucat kilométerről látszik, és egy viszonylag egyszerűen azonosítható célpont, nem lopakodó eszközökről van szó, vagy csökkentett észlelhetőségű eszközökről van szó. Úgyhogy ha a föld közelbe repülve egy ilyen alacsony repülési profillal berepülnek oda, elérhetnek olyan célpontokat, de hogy amit tettem már az előző részében az adásnak, az orosz légvédelem egy ilyen rétegzett légvédelmet jelent, tehát van a nagyobb hatótávolságú légvédelmi rakéták, a közepes, meg a kis hatótávolságú, tehát valamelyik el fogja tudni találni jó eséllyel. Nincs 100%-os védelem sehol, de előbb vagy utóbb ezt is csapás vagy támadás fogja érni, és akkor utána a veszteséglistára kerül. Tehát valójában ennek az egésznek az az igazi kérdés, hogy hány darab eszközről beszélünk megint, és az milyen hatást tud gyakorolni, abból a szempontból milyen feladatkörbe vetik be. Mivel akkor, hogyha Ukrajna mégiscsak amerikai típusú fegyverekkel Oroszországnak a mélyebb területeire gyakorlatilag csapást mér, vagy akár mondjuk bármilyen fajta rakétát oda küld, erre mi lehet az orosz válasz? Ez nagyon jó kérdés, erről régóta folyik a vita, és erre az orosz félnek az volt a válasz, hogy ebben az esetben ő is föl fogja fegyverezni azokat a csoportokat a világ minden részén, amelyek amerikai érdekek ellen működnek. Gondolom, csak a husziknak elég komplex és összetett fegyvertáruk van már, de mondjuk megjelenik egy hiperszonikus rakéta, amit valószínűleg nem huszik fognak kezelni, hanem oroszok, az eszköztárukban is mondjuk egy amerikai hadihajó találat él. Arra mi lehet a reakció? Tehát nem véletlenül az amerikaiak nagyon óvatosan és nagyon kategorikusan nemet mondtak eddig ezekre a kezdeményezésekre, mert itt azért nagyon komoly eszkalációs lépcsőfokok lehetnek. Ugye közvetlenül a hadszintéren az ukrán területeken az oroszok sokat nem tudnak tenni ez ellen, viszont a globális szinten nagyon komoly problémákat tudnak okozni, úgyhogy ez is egy olyan terület, ahol jól megmutatkozik, hogy egy ilyen modern háború az milyen nagyon nehezen vívható korlátlanul, és milyen összefüggések vannak, amelyek lassítják a menetét. Ezen tud majd esetleg változtatni november 5-ig Egyesült Államokban, amikor elnökválasztást tartanak, és akkor nyilván beszélünk el Donald Trump elleni merényletről is, amely múlt hétvégén volt. Ön hogy kezeli, hogy látja ezt az egészet, főleg úgy, hogy említette, hogy a nyugati világ elleni esetleges merénylet az, ami Trumppal történt. Ön hogy kezeli ezt a kérdést? Én ritkán beszélek arról, de ebben az esetben egyetlen kötelességem elmondani, hogy ez isteni közbeavatkozás volt. Tehát vallásos emberként én ebben nem a véletlent látom. Az, hogy 2 centiméteren és pár század másodpercen múlik a nyugati világnak a sorsa, ez egész egyszerűen megdöbbentő. A Trump elnököt, hogyha egy halálos lövés éri, vagy egy súlyos sebesülés éri, és ebben az esetben egy halálos lövés lett volna a lövés, abban az esetben beláthatatlanok lettek volna a következmények. Tehát az Amerikában is és Európában is kiélezett politikai hangulatban egy ilyen típusú karizmatikus, győzelemesélyes jelöltnek a meggyilkolása elszabadította volna az indulatokat. És a Black Lives Matter szerintem kutyafüle lett volna ahhoz képest, amit ebben az esetben a másik oldal rendezett volna, a demokrata szimpatizánsok és egyéb csoportok ellen. Na most egy olyan szituációban, amikor ennyire ki van élezve a helyzet, a fegyveres erők definíció szerint konzervatívak, a szervezet maga is olyan, meg az ott dolgozó emberek is olyanok, tehát ott azért nagyon kevés haladárt találni. Na most, amikor egy ilyen szituációban be kellene vetni őket ezekre a tömegeken, egész egyszerűen meg fogják tagadni a bevetést.
Tehát amikor az államnak megszűnik a kényszerítő ereje, akkor nyugodtan beszélünk egy polgárháborúról. Ha az Egyesült Államok polgárháborúba süllyed, akkor nem tudja ellátni a globális feladatait, például a NATO-ban sem tud közreműködni. És ebben az esetben mondjuk az orosz-ukrán háború egy igen komoly eszkalációt szenvedhet el, mert Lengyelország is úgy érezheti, hogy neki most megelőző csapást kell mérnie, mielőtt az amerikai események hatása az ő biztonságát is fenyegeti, vagy gondolhatja, hogy az orosz vezetés is, hogy itt az alkalom, hogy megmutassa a lengyeleknek, hogy meddig mehetnek el, vagy éppen a balti államoknak, vagy éppen Finnországnak. Tehát azok az európai hadseregek, amelyek ilyen komoly szinten le vannak építve, azok a jelenlegi feltűzelt állapotban nem alkalmas csak arra, hogy Oroszországgal szembeszálljanak egyedül a saját erőkre hagyatkozva. De ez ugyanazt jelenti, hogy például Kína is úgy dönthet, hogy rendezi a tajvani kérdést. És egy ultimátumot intéz Tajvan, nem is támadja meg, csak ultimátumot intéz hozzá. Tehát ezek olyan folyamatokat indíthatott volna el egy sikeres Trump elleni merénylet, amely belegondolni szörnyű. És a Leszterrel készített videóban azt mondtam, hogy a Trump elnök halála önmagában is egy tragédia lett volna, de a nyugati világ számára is egy óriási tragédia lett volna, ez a merénylet sikerül, és szó szerint paraszt hajszál a múlt, én úgy gondolom, hogy isteni beavatkozáson múlt ez az egész. Hogy lehet az, hogy egyébként a másik oldalon dolgozó bármilyen fajta államfőkre, akár mondjuk, hogyha Joe Bidenre gondolok, de bármilyen más nyugati országnak a vezetőire is gondolhatnék, hogy lehet az, hogy ott még nem fordult elő? Tehát ellenkező esetben ilyen még nem fordult elő. Ez egy kitűnő kérdés, egyrészt tegyük hozzá, hogy hál' Istennek, tehát semmilyen politikai erőszakot normális ember nem támogat. A demokráciának az a veleje, az a magva, hogy nem erőszakosan oldjuk meg a problémáinkat, mert akkor visszamegyünk a középkorba, vagy még régebbre. De ennek az is valószínűleg az oka, hogy most ők a fősodor, és az a fősodor, amelyik a médiát is uralja, az ellenük érdekes módon nem gerjeszt ilyen indulatokat. Tehát ezek a támadások, a Fico elleni támadás és a Trump elleni támadás is annak köszönhető, hogy a békepárti vagy globalista kritika, globalizmus ellenes politikusokat olyan szinten dehumanizálták, olyan szinten demonizálták, olyan szinten tették, fosztották meg minden emberi mi voltuktól, hogy az ilyen futóbolondok, mint a Fico merénylő, vagy éppen a Trump merénylő úgy gondolhatják, hogy ezzel ők valami jó tettet követnek el. Tehát az a fajta folyamat, ami Magyarországon is bőven zajlik, az annak az eredménye, hogy azokat a fajta fékeket, amiket többek között a II. Világháború után okkal építettek bele a közbeszédbe, ezeket ez az oldal konzekvensen, szándékosan és előre megfontolt gonoszsággal megszüntette. Csak előbb-utóbb ez vissza fog csapni. Tehát egy darabig mehet az, hogy csak konzervatív, vagy csak békepárti politikusok vannak a célkeresztben, csak így után megfordul ez a folyamat. És egyrészt mi vagyunk többen, másrészt nálunk van a több fegyver. Tehát ezek a gondolatok azok, hogy ezekben a szélsőséges gondolkodású emberekben az egészséges életösztön nincs meg, hogy nem kezdek bele egy olyan küzdelembe, amit nem tudok befejezni, ez számomra megdöbbentő. De mégis erről van szó, mert abszolút azt látjuk, hogy a háborúpárti erők elsősorban, akik talán azért kevesebben vannak politikusok tekintetében is, társadalmi tekintetben is, mégiscsak a békepárti erők ellen, meg a szuverenista erők ellen intézik ezeket a támadásokat. Teljesen jó példa tényleg Fico miniszterelnök úr erre, vagy a leköszönő elnök, aki újra elnök lett, Donald Trump. Tehát itt azért azt látjuk, hogy igazából szuverenista gondolkodásmód, globalista állásmód. Azt látjuk, hogy békepártiság, háborúpártiság, pénzbeli befektetés, és mondjuk inkább materista anyagi javak helyett inkább a humánum előtérbe kerül. Ezeket az ellentétpárokat, és amelyik egyik csoportot képviseli, annak a adott figurájá, az mondjuk központi szereplő és potenciális célpont. Ezt most már kijelenthetjük, nem? Igen, igen, és az a megdöbbentő, hogy az az oldal, amelyik a leghangosabb és legharciasabb, az alapvető készségeket is nélkülözi egy ilyen küzdelem megvívásához. A jelen fizikai kondícióban leginkább egy díszpárnának a harci képességeivel rendelkezem, de ez nem volt mindig így. De vannak olyan ismerőseim, aki soha életében, és nem hogy küzdősportot nem csinált, hanem nem is sportolt semmit, és odavágta nekem egy vita helyében, majd a barikádon találkozunk. Ha nem akartam mondani, hogy se te, se én nem fogunk tudni harcolni a barikádon, maximum mi leszünk az alapja a barikádnak, akire építik a barikádot, mert gyakorlatilag se futni, se ütni, se rúgni nem tud egyikünk se, vagy éppen egy valamivel csapkodni sem, mondjuk te még fegyver se fogtál a kezedbe. Tehát egy ismerősöm mesélte, irodaháznak az őrzésvédelmét látják el, hogy nagyon sok hangos vitát hallott, és ő maga is folytatott le az épületben dolgozó háborúpárti liberálisokkal. És amikor rosszul lett egy ember a bejáratnál, és konkrétan meg is halt egyébként, újra kell téleszteni, nem sikerült, hál' Istennek, akkor ezek az emberek sikítva rohangáltak föl, hogy segítettek volna. De hogy akarnak ők harcolni? Hogy akar egy fegyvert fogni a kezébe, és mondjuk kitenni magát az ellenséges tűznek, vagy mondjuk a bajtársát kihúzni a tűzvonalból? Tehát, hogy itt olyan emberek, olyan irányok találkoznak, olyan eszmékkel, amik teljesen
inkompatibilisek egymással. Tehát én nem tudom, hogy mit gondolnak, milyen vallási fanatizmus fűteti ezeket az embereket, hogy ilyen cselekedeteket provokálnak, csak előbb-utóbb a fagyi visszanyal. És már nem érünk messze ettől, hogy tényleg az a cél, hogy egy nyugati háború, egy polgárháborúba, a nyugati világ egy polgárháborúba zuhanjon valami fajta elborult ideológiák és eszmék miatt, aztán jönnek a nevető harmadikok, az oroszok, a kínaiak, bárki más, és akkor utána a romokomat ők építik újra az egészet. Hát hölgyeim is, amit kapjunk már részhez. Sonkuti Bálintnak köszönjük szépen, most a szünet után folytatjuk még Sonkuti Bálinttal természetesen és a háborús témákkal, úgyhogy továbbra is nézzenek minket és tartsanak velünk. És folytatjuk műsorunkat, Sonkuti Bálint továbbra is itt van velünk. Július 14-én vasárnap Oroszország és Kína közös tengeri hadgyakorlatba kezdett egy dél-kínai katonai kikötőben. Ez pár nappal egyébként azután történt, hogy a NATO Pekinget az orosz-ukrán háború legfőbb lehetővé tevőjének nevezte. Mit jelent ez a hadgyakorlat, és valóban van-e ilyenfajta fenyegetettség a világra nézve? Hát a nyugati világrendet valóban fenyegeti az orosz-kínai együttműködés, amely azonban a létrejöttét a nyugati világnak köszönheti. Tehát Henry Kissinger életművének azt tekinthetjük, és azóta fő munkája gyakorlatilag, hogy ez ne jöjjön létre. Tehát lényegében az a egymásra utaltság, amit Oroszország és Kína most megtapasztal, az a nyugati nyomásnak köszönhető. Tehát Kína egyébként nagyon óvatosan, nagyon burkolt módon támogatja Oroszországot ebben a küzdelemben, és elsőben diplomáciailag, mint katonailag. Azzal, hogy a nyugat egy ilyen teljesen kompromisszum nélküli hozzáállást tanúsít ebbe az irányba, ezzel még jobban egymásra tolja két államot, és most már előbb vagy utóbb nyílt kihívójává teszi a nyugati világrendnek, aminek egyértelmű vesztese a hegemon lesz, aki most minden tural a világon, egy részt el fogja veszíteni. Tehát az a fajta megalkuvás mentes, már-már felsőbbrendűségi komplexus határán táncoló gondolat, hogy nekünk ez jár, ez természetes, és ez automatikusan így van, és mindig így lesz, ez most nagyon komoly akadályokba fog ütközni. Ez a hadgyakorlat igazából csak egy gesztus. Egy dél-kínai tengeren több bázisa van a kínai haditengerészetnek, amelyet egyébként a nemzetközi joggal ellentétes módon építettek ki. Az, hogy oda küldtek néhány orosz hajót vagy repülőgépet, az igazából nem oszt, nem szoroz. Itt a gesztusnak, a visszautasításnak a mértéke vagy a lépése az, ami fontos. Na de újabb jelzés, hogyha a csendes óceáni térséget nézzük, és az, hogy hol milyen katonai bázisok vannak az Egyesült Államoknak, hogy mégiscsak meglépte ezt Kína, és most nem csak Tajvanról van szó, hanem a dél-kínai tengerről, amely igazából összeköttetésben van a csendes óceáni térséggel, amit az Egyesült Államok most azért nem nézett jó szemmel. Igen, egy kicsit nem szeretem ezt a szót, de most vissza kell mennünk a geopolitikához. Tehát itt a földrajz játsza az elsődleges szerepet, és Kínának a kereskedelmi útvonalai ezen a területen futnak, a legfontosabb szállítási útvonalai a tengeren futnak. Ezt, hogy megvédje, erre irányulnak ezek a lépések. Azt lehet nyilván terjeszkedésként felfogni, de hogy valaki nulláról egyre megy előre, azt nem gondolom, hogy egy nagy terjeszkedés lenne. Most a nemzetközi joggal valóban szembe ment akkor, amikor vitatott területeken fölépített ilyen bázisokat, csak éppen senki nem volt, aki megakadályozza. Tehát a nemzetközi jog az nem egy ilyen merev szabályrendszer, ahol a falakba ütközik az ember, hanem amit meg tud csinálni, amit ki tud kényszeríteni anélkül, hogy mások megakadályoznak ebben, azt meg is fogja csinálni. Gondoljunk csak például a Líbia megtámadásának semmilyen jogi alapja nem volt. Tehát, hogy egy olyan rendszert látunk, amiben a NATO, az Észak-Atlanti Szövetség a nevével ellentétben terjeszkedik a csendes óceánon, akkor ennek lesz egy válaszreakciója is. Az az idő már elmúlt, hogy sajnos vagy szerencsére azt nehéz megmondani, de az az idő már elmúlt, amikor a nyugat és benne az Egyesült Államok azt csinált, amit akart. És valahogy ez a felismerés nem született meg még a nyugati vezetők fejében. Maradjunk keleten. A világ jelenlegi helyzete a második világháború előestéjére emlékeztet. Ezt a véleményt az Észak-Korea hivatalos hírügynöksége által közzétett közleményben fogalmazták meg. Észak-Korea egyébként élesen bírálta Kishida Fumio japán miniszterelnök németországi látogatását is. Minek köszönhető ez a nagyon-nagyon markáns vélemény? Gyakorlatilag azok a feszültségek látszanak, amelyek a második világháború előtt is láthatóak voltak. Tehát van egy felemelkedő, vagy éppen revansista, hogy Németország estében revansistáról beszélhetünk hatalom, amelyik a fennálló rendszert hívja ki gyakorlatilag, és ez a fennálló rendszer nem tud változni, nem tud a saját korábbi álláspontjából föladni, amely részben jogos, részben nem jogos követelések hatására, és innentől kezdve a konfliktus nehezen elkerülhetőnek tűnik. Azért azt lássuk be, hogy atomfegyverek vannak a világon, én egyre inkább úgy gondolom, hogy szerencsére,
ugyanis a hidegháború alatt, hogy nem történt közvetlen összeütközés a két nagyhatalom vagy a két szuperhatalom között, az atomfegyvereknek köszönhető. Tehát, hogy ez az ukrán háború nem eszkalálódott egy lengyel konfliktushoz hasonlóan egy globális világháborúvá, az pontosan az atomfegyvereknek köszönhető. Tehát emiatt az észak-koreai figyelmeztetésnek megvan a maga szerepe és megvan a maga helye. A kérdés az, hogy mennyire nyitott fülekre talál a másik oldalon, hogy mennyire látják azt a veszélyt, ami a NATO-nak a csendes-óceáni szerepvállalását jelenti, hogy egy olyan Európa, amelyik semmilyen szempontból a saját határai mellett sem képes rendet tartani, megjelenik egy olyan régióban, ez szó szerint semmi köze. Somkuti Bálintnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk ma reggel is, és természetesen a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig Dunda Györggyel folytatjuk, akit Kárpátaljáról szólítunk. Ahogy már korábban említettem, Lemberg területén egy férfi gránátot dobott egy toborzó irodára. Tovább fokozódik a feszültség a toborzó irodák és természetesen a hatköteles férfiak között. Egyébként 16-án lejárt a mozgósítási törvényben előírt határidő a katonai adatok regisztrálása céljából. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Mi lesz ezek után, hogy lejárt a határidő, illetve milyen visszhangja volt ennek a lembergi bomba találatnak vagy gránát dobásnak, amit ez a férfi elkövetett. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát valóban a két hónapos határidő lejárt az új mozgósítási törvényből adódóan, és ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy ezek után mi várhat a hatköteles korú férfiakra, hát akkor bizony nagyon nehéz élet vár, nem mintha eddig könnyebb lett volna. A legfontosabb tudnivaló tehát az, hogy aki a mostanáig, ma 16-áig, tegnapig nem regisztrálta, nem aktualizálta a katonai nyilvántartási adatait, azt most már ezek után megbüntethetik. A büntetés első formában az 17-től 25 ezer livnyáig terjedhet, forintban ez 170 és 250 ezer forintnak megfelelő összeg, de folyamatosan jöhetnek ezek a büntetések, amennyiben a hatköteles korú férfi nem tesz eleget ennek a kötelezettségének. Továbbá a mai nap után most már a hadkiegészítők akár egyszerű úton postán is kézbesíthetnek katonai behívót, és ha senkit nem érdekel, hogy a katonai behívót az illető a címzet megkapta-e, onnan, hogy a posta kézbesíti, bedobja a postaládába, onnan ez kézbesítettnek számít, és amennyiben az abban megszabott határidőn belül, ez általában pár nap, maximum egy hét, nem jelentkezik a behívó tulajdonosa, akkor szintén első körben megbüntethetik. Amennyiben a büntetési tételek elérik a 160 ezer grivnyát, ez 1,6 millió forint, akkor már nagyon komoly szankciókat is foganatosíthatnak ellenük. Egyebek mellett például azzal riogatnak, hogy akár az ingatlanjaikat is elvehetik a hatköteles korú férfiaktól. Kisebb bírságok esetén bankszámlát korlátozhatják, illetve a jogosítványt is felfüggeszthetik, bevonhatják. Eddig 4 millió, a Védelmi Minisztérium adatai szerint 4 millióan regisztráltak, mintegy 10-11 millióra becsülik a hatköteles korúak számát, és a 4 millió polgár döntő része egyébként olyan, akinek valamilyen oknál fogva felmentése van, vagy olyan gazdasági ágazatban dolgozik, ahol szintén védettséget élvezhet. És hát, mint látjuk, a hatkötelesek több, mint fele, jóval több, mint fele, az gyakorlatilag úgy döntött, hogy megpróbál továbbra is bujkálni az állam a toborzó irodák elől, például illegálisan dolgozik, például nem jár ki otthonról, és ezzel egyfajta trükket vett be, egyszerűen megpróbál eltűnni a hatóságok szem elől. És a külföldre menekült hatköteles korú férfiak közül mi 75 ezeren regisztráltak, a külföldön tartózkodó ukrán férfiaknak ez csak a tizede, tehát minden tizedik regisztrált, tehát a felszólítások ellenére a külföldön élő ukrán állampolgárok egyelőre egyáltalán nem akarnak hazajönni és harcolni. És még egy nagyon fontos információ, hogy most éjféltől, szerda éjféltől lépett életbe, eddig a határátkelőkön kiengedték azokat, akiknek felmentésük volt, például a három gyermekes családapákat és a rokkantság igazolványán rendelkezőket, vagy például önkormányzati képviselőket, akik munkaügyben, hivatalos útban utaztak. Viszont éjféltől minden katonaköteles férfitől, tehát 18 és 60 év közöttitől, kivétel nélkül mindenkitől követelik az aktualizált katonakönyvet, vagy a Reserv Plus
applikáción keresztül generált katonakönyvet, ezt az elmúlt két hónapban lehetett ezen az alkalmazáson keresztül megadni az adatokat, és természetesen azt még nem tettem hozzá, de világos, hogy aki aktualizálta az adatait az elmúlt két hónapban, az a mai naptól kezdve bármikor kaphat most már katonai behívót az orvosi vizsgálatra, és onnan gyakorlatra vihetik, tehát emberek milliói azért nem regisztráltak, mert nem akarták, hogy a hatóságok szem előtt legyenek, hogy behívót kapjanak orvosi vizsgálatra, és onnan pedig a frontra. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, holnap természetesen ugyanígy folytatjuk és kapcsolunk Skype-on keresztül. Most egy pár perc szünetet tartunk, de Bidló Gábor érkezik hozzánk a Budagabona, ügyvezetője, az európai gazdák helyzete és a szélsőséges időjárás, ezekről lesz szó, tartsanak velünk. És ez továbbra is a napindító, folytatjuk műsorunkat, és itt van már velünk a stúdióban Bidló Gábor, a Budagabona ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Utoljára 2022-ben volt olyan szélsőséges az időjárás, hogy a teljesen átrajzolta a gabonapiacot, és mindenki a bőrén érezhette a válságnak az első jeleit. Nem mellékesen az orosz-ukrán háború is hozzátett a folyamathoz. Az időjárás egyébként még 2017-ben sem kímélte a termést, de mi a helyzet most, hogy 10 napja folyamatosan dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok hazánkban? Lássuk először egyébként az európai helyzetet. Hogyan alakul az gabona termelés és termés Európa szerte? Európa szinten, főleg Nyugat-Európában kedvezőbb a helyzet, mint ami itthon volt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Nyugat-Európa, főleg Németország, Lengyelországban a betakarítás, a kalászosok betakarítása egy kicsit később van, mint Magyarországon. Tulajdonképpen az elmúlt két hétben, illetve tágabb értemben az elmúlt három hónapban a nyugat-európai, franciaországi, németországi területeken elsősorban az játszott szerepet, hogy volt csapadék, időnként még túl sok is volt, meg nem volt elég meleg, viszont az utóbbi két hétre fókuszálva azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a csapadék az közel az optimális volt, vagy a normális, átlagos csapadék, nem volt se kevés, se sok, illetve a hőmérséklet is egy kicsit javult, tehát egy kicsit emelkedett, és nem maradt el annyira a sok éves átlagtól. Általánosságban elmúlt napokban megjelent becslések alapján a Franciaország, Németország, Lengyelország régióból a kalászos gabonák, búza, árpa, rozs termésmennyisége és az rendelkezésre álló export mennyiség az megközelíti a tavalyi évet. Összességében az EUR 27-re nézve, vagy még Angliát is idevéve, és akkor így a régi 28-aknak a számai alapján a potenciális export többlet az lényegében nem fog csökkenni, még akkor sem, hogyha a 2023-as nyári zárókészlethez, ez ugye mindig úgy van, hogy a szezonfordulónál június végi készletet nézzük meg, és akkor indul az új szezon, tehát a 23-as zárókészlethez most valamennyivel kisebb a búza zárókészlet, ami június 30-án rendelkezésre állt, és várhatóan egy valamilyen 1-2%-kal, talán 2%-kal alacsonyabb lesz az idei termés, mint a tavalyi volt. De ez még mindig európai szinten egy kiegyenlített piaci helyzetet jelent. Ez gyakorlatilag továbbra is azt a potenciált adja, hogy a francia, német termelők, de elsősorban a francia termelők az egész szezon folyamán folyamatosan az exportpiacokon kell, hogy legyenek. Csak nem két hete télen kánikula tombol Magyarországon, a július közepét írjuk, a betakarítás a kalászos növények esetében már megtörtént, de hogyan fog alakulni a magyarországi termés ez alapján, és mennyire lesz befolyással ez az időjárás, meg az elmúlt hónapok időjárása a magyar terményekre? Elmúlt időszak időjárása és a most nagyjából véget ért búza betakarításnak a adatai azt mutatják, hogy mennyiségben a búza nem lett rossz, az árpa még egy kicsit jobb is lett, mint amit vártunk, és nagyjából a legutolsó búza hivatalos adat, ami a 10 nappal ezelőtti állapotot tükrözte, ott egy 5,7 tonna per hektár átlag termésünk volt, ami nem rossz összességében. Az, hogy ezen belül a korábban optimálisnak gondolt, vagy látott, vagy vélt csapadékeloszlás, az most végül is egyes területeken mégsem lett egy optimálisan jó termés, ez nem a mennyiségre értendő most, hanem a minőségre elsősorban.
Azoknál a területeknél, ahol viszont a két héttel ezelőtti időszakban fejeződött be, tehát az utolsó esők után praktikusan fejeződött be a betakarítás, ott viszont már a búza minősége romlott. Ott látszik az, hogy az a sikérmennyiség, az a sikérminőség, ami elvében a búzában megvolt a két héttel korábban, ott az kevésbé tudott realizálódni, és inkább takarmánybúza termett. Összességében az szokott jellemző lenni, hogy a export célú értékesítéssel együtt egy 65-70% vagy időnként 80% az, ami malmi kategória, az exportot is ideértve, és egy 20-30% között van az, ami a takarmány. Idén egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy ez az arány majdnem megfordult, és sokkal több a takarmánybúza és kevés a malmi búza. A tavaszi vetési kultúrák, vagy az úgynevezett kapás növények esetében a csapadékhelyzet és az időjárás 10 nappal ezelőttig szintén közel optimális volt. Ez a múlt héten tapasztalt 40 fokos hőség, ami gyakorlatilag a sok éves átlaghoz képest egy 6-9 fokos, 9 fokkal magasabb volt, mint ami a sok éves átlag. Ez gyakorlatilag egy olyan légköri asszály kialakulását hozta magával, amikor a virágzó kukoricanövény és a virágzó napraforgó növénynek a beporzása és a magkötés az, ami veszélybe került, elsősorban a kukoricánál. Ugye a napraforgónál azért a méheknek igen nagy szerepe van, itt csak a napraforgó méz az is egy kurrás termék itt nekünk Magyarországon. De a kukorica nem így van. A kukoricánál van egy virág, amit láthatunk mindig a növényeknek a csúcsán, a tetején, és hogyha a bal lévő pollenszemek a nagy hőség miatt kvázi megsülnek, akkor gyakorlatilag ez a magtermést mennyiségét csökkenteni fogja. Az elmúlt bevezetőben említett 22-es és 17-es években is egy hasonló helyzet is lejátszódott. Tulajdonképpen amikor ezt így hosszabb távra visszamenőleg nézzük, akkor ez akár egy 50-60%-os terméscsökkenést is hozhat magával. Én bízom abban, hogy a talajnak a nedvesség tartalma, ami megvolt, és pont az említett esősebb, csapadékosabb idő miatt, nem akkora a csapadék hiány, mint ami volt 22-ben például, vagy 17-ben, vagy pláne 12-ben, az már nagyon régen volt, arra kevésbé emlékszünk, és ezért a kukorica növény még ahol a magkötés megtörtént, ott azért az még ki tud majd fejlődni, főleg, hogyha ezek a szorványos záporok, zivatarok egy kicsit megöntözik úgy időről időre a szántóföldeket. Gábor hozott magával egyébként időjárás jelentő, legalábbis egy ilyen meteorológiai képeket, hogy mi várható az elkövetkezendő időszakban. Ez ugye természetesen hazánk szempontjából nagyon fontos, de tekintsünk ki megint Nyugat-Európára. Mi van akkor, hogyha nyugaton rosszabb lesz a termés, az hogyan hat a magyar piacra? Kettős lehet a hatása. Ha a magyarországi helyzetet standardnek veszem, mert azért sok változó van, és egyszerre 3-4 változót ne állítsunk egymással szembe. Hogyha Nyugat-Európában rosszabb lesz a kukoricatermés, rosszabb lesz a búzatermés, az nekünk jó, mert akkor az árak emelkedni fognak. Ha ezt máshonnan importból tudják pótolni, elsősorban kukoricára gondolok, a búzánál ugye inkább az export mennyisége csökkenhet, de ott egy sokkal nagyobb verseny áll elő, akkor is azok az importőr orsz régiók, elsősorban Észak-Olaszország, részben Németország egy más minőségű búza esetében, egy jobb minőségű búza esetében, de akár Hollandia, Belgium a takarmánygyártáshoz szükséges takarmánybúzát, azt nagy valószínűséggel meg fogja tudni kapni. Ott egy lényeges áremelkedést én nem várok az itthoni búza piacon sem, pont a nagy arányú gyengébb minőség miatt. Egy kicsit más a kukoricának a helyzete, mert abból továbbra is 18-20 millió tonnát legalább importálnunk kell, mint Európai Unió. És abban az esetben, hogyha Magyarországon változatlan lett volna a termés, nekünk ez akkor is egy viszonylag biztos piacot jelent. Ha ez a termés most lecsökken, akkor megint előállhat az az eset, hogy a magyarországi kukorica árak magasabbak lesznek, mint az exportra értékesíthető terményeknek az ára. Magyarul nem leszünk versenyképesek az olaszországi és a adott esetben Ausztria vagy Németországi, de elsősorban az olaszországi piacon.
a nagyobb távolságokra, ahova importálunk, mint európai kukoricát, Spanyolország, illetve Hollandia, oda érdemben eddig sem voltunk versenyképesek a fuvarköltségek nagysága miatt. Úgyhogy itt nekünk az észak-olasz piacnak az alakulása az, ami is az ottani ellátási lehetőségeknek a számbavétele az elsődleges. Holland, spanyol vagy olasz piacot, hogyha nézzük, és ezzel kapcsolatban az ukrán gabonát és az ottani termést, az nem tudjuk, hogy milyen lesz, mert van néhány hétnyi csúszás talán, vagy pedig nem feltétlenül úgy van ott minden, mint nálunk. Picivel később van ilyen szempontból az aratás is. Mennyire lesz ez Magyarországra hatással, a fuvardíjakra, az árakra? Tehát, hogy az ukrán gabona térnyerés Európába lebontva Magyarország esetében mit eredményez? Hát az említett időjárási előrejelzések alapján nagyjából Ukrajnában is egy kevésbé csapadékhiányos, nem azt mondom, hogy csapadékos, de kevésbé csapadékhiányos, illetve hőmérsékletben is egy kedvezőbb következő két hét várható, és ezért én továbbra is azt várom, és ezt az alapján is mondom, hogy a múlt hét pénteken megjelent egyik becslésben is szerepelt az, hogy nagyjából változatlanul várják a kukorica export mennyiségét Ukrajnából. Számunkra ez azt jelenti, hogy nem, még először egy másik információ, ami szintén most így minden héten visszatérünk rá, az a ukrán kukoricának az ára. Az, hogy azért Ukrajnában sem minden tökéletes, az nagyon jól jelzi, hogy az elmúlt egy hét alatt az ukrán új termésű ukrán kukoricának az eladási ára az 10 euróval emelkedett tonnánként, ahhoz képest, mint ami a múlt héten volt az ukrán-magyar, ukrán-szlovák, ukrán-román határa leszállítva, de már európai vasúti kocsikba átrakott árura. Ez azért érdekes, mert és akkor itt jön a válaszomnak a másik része, hogy az olaszországi piac az ennyiben még nem ment följebb, ott viszont elég sok most a szabadságolás. Tehát kialakult egy 10 eurós differencia a vevői oldal és az eladói oldal között. Ha Magyarországon a helyzet tovább romlik, akkor ez a olló ez tovább nyílhat, és még nagyobb lesz, emelkednek az ukrán kukorica árak egészen addig a szintig, amíg az ukrán hajózási fekete-tengeri kikötőkből történő elhajózás olaszországi kikötőkig nem lesz versenyképesebb ezzel a vasúti szállítással, de most úgy néz ki, hogy ez egyelőre nem tud versenyezni, vagy most még nem versenyzett, mert egy észak-olasz gyártóüzembe történő leszállítás vasúti kocsikkal lényegesen gördülékenyebb és képesebb. Tehát most az elmúlt egy hétben a ukrán helyzet és az ukrajnai kínálat az nekünk segített. Tönkre teheti egyébként az ukrán gabona úgy összességében a mi piacunkat? Tehát van erre kínálat? Kiszorulhatunk, igen. Tehát ugyanúgy, mint két évvel ezelőtt, amikor először szembesültünk azzal, hogy hoppá, kollégák, gond van, mert az olaszok nem a magyar árut keresik, hanem az ukrán árut. Ugyanúgy, mint ahogy annak idején sok évvel ezelőtt mi kiszorítottuk Olaszországból franciákat, ugye egyébként ugyanígy az ukrán áru igen kiszoríthat minket, és nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországra, Lengyelországra, kelet-európai országokra továbbra is érvényes az importkorlátozás. Tehát ez nálunk megvan, de Olaszországban nincsen. Van a kvótaszabály, ami alapján az EU soros elnökségét betöltő tagállamnak hetente kell monitoriznia az export számokat, az import számokat, bocsánat, hogy mennyi érkezett be. De Ukrajnából érkezett árunál olyan magas ez a bázis, pont a 21-22-es rekordévek a bázis, hogy ahhoz képest nem várható, hogy a magyar áruval szemben valami védelmet kapjunk ezeken a hagyományos piacainkon. Tehát ez okozhat egy olyat, hogy igen, kiszorulunk, és a piacnak a megtartása az kiemelten fontos lenne ebben a szezonban is. Hogyha a piac megtartásra beszélünk, és arra, hogy kiszorulunk, akkor ha ragaszkodunk a régi piacot, hogy szeretném megtartani, az egy irányvonal. Mi lehet egy új irányvonal abban az esetben, hogyha nem ahhoz ragaszkodunk? A kukorica esetében ezt nagyon nehéz megmondani, mert a belföldi feldolgozás és a belföldi feldolgozói kapacitások nem érik el sem a takarmány, sem az ipari kapacitás összességében azt a mennyiséget, amit mi normálisan meg tudunk, vagy általánosan meg tudunk termelni. Tehát nekünk az alternatíva az sokkal inkább az, hogy megtartani a piacot,
még hogyha csökkent mennyiségben is, de ezen belül adott esetben egy speciális minőséget, egy speciális nyomon követhetőséget, egy fenntarthatóságot biztosítani, és ezt dokumentálni. Ha ezt meg tudjuk tartani, akkor az a mennyiség, ami másfél-két millió tonna körülbelül, ami a normál export mennyiségnek a fele, az azért az biztos, hogy Európán belül piacra talál az igényesebb vevőknél. A kalászosok esetében, a búzánál egy kicsit másképp látom a helyzetet, ott egyértelműen csak arra szabad törekednünk, hogy minél jobb minőséget termeljünk, mert a jó minőségű búzának van termelési potenciál háttere Magyarországon, és ezzel piacon tudunk maradni. Úgyhogy összességében így a gabonaféléknél ez, a másik meg a feldolgozó kapacitásnak a növelése, ez főleg a napraforgóra, a repcére vonatkozik, hogy igenis a magyarországi feldolgozó kapacitásokat lehetőség szerint jobb lenne minél nagyobb mértékben kihasználni, de ez még már egy cég, vagy néhány cégnek a üzletpolitikai döntése, hogy ők ezt tudják-e vinni, vagy sem. Egyébként erre vannak pályázatok is a feldolgozóiparral kapcsolatban, de erről majd beszélgetünk a legközelebbi alkalommal. Nagyon szépen köszönjük Bíd Gábornak, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Ismét pár perc szünetet tartunk, de folytatjuk műsorunkat. Ismét szó lesz a kék szalagról, ugyanis holnap eldördül az a bizonyos startpisztoly, és közel 300 hajó fog megmérkőzni a kék szalag trófeájáért. De beszélgetünk Donald Trump elleni mellényletről, a Hajós István biztonsági szakértő lesz a vendégünk, aki elmondja, hogy hogyan is következhetett be egy ilyen súlyos biztonsági hiba. Tartsanak velünk!